A műsor támogatta Ofon Rally Video. A műsor támogatta a rallyparts.eu. A forgatás helyszínét a Spejsz biztosította. Köszöntjük a padlogáz nézőit, hát elég itt a reflektorban ülni, vagy elég lenne, de mi még itt ezt a jó kis nyári meleget, hőséget is el kell viseljük. De hát mi panaszkodunk? Hát hiszen akik az autóban versenyeznek, őnekik akár még többet is el kell viselni, jól mondom? Így van. Állandó szakértőnket, Zolival köszöntjük önöket. Zoli, hol voltunk, hol jártunk? Vásztorom rallyn jártunk legutoljára, a rally, rally 2 mezőnyét. Ez most helyezzük el nagyjából a naptárban, hol járunk, mennyi van még vissza, és mi az, ami esetleg most már így körülbelül? A bajnokság felén már túl vagyunk, még 3 verseny van hátra. Van még nagyobb tétek, illetve nyitott kérdések, azt mondod? Van, a ORC az még elég nyitott, a Rally 1 az azon egyértelműnek kezd tűnni a Vince Feri, ugye idáig 100%-os volt most Veszprémbe. Kaptak egy defektet, ami ott el is tört a felnéjük, 6 percet bent hagytak a gyorsaságén, és inkább úgy döntöttek, hogy az autót nem akarják tönkretenni. Így kiálltak a versenyből. Jó, hát ilyenkor vannak ilyen taktikai dolgok is, ugye? Tehát, hogy mert aki kockáztat, az lehet utána meg hát egy verseny amúgy is minuszolható a bajnokságba, akkor gondolom, hogy a továbbiakban Ferikéknek gondjuk nem lesz, akkor Veszprém Rallyt eldobják, de ugyanúgy vezetik a bajnokságot torony magasan egyelőre. Lesznek vendégeink is, erről is beszéljünk a nézőknek, kikkel fogsz beszélgetni majd. Dudás Gergő lesz a vendégünk, a Tudtál rovatban egy kicsit beszélgetünk a pályafutásáról, illetve Veszprém Rallyról. És Gyöngyösi Marci lesz a Rally 2 mezényéből a vendégünk. Jól ismerhetjük, szakértőként is, és egyébként is. Nos, hát hölgyeim és uraim, el is kezdjük, majd jönnek az összefoglalók, de előtte, ahogy azt már megszokhatták, játszanak velünk, hiszen ha játszanak, akkor nyerhetnek is, már is mutatjuk, hogy mit. Hol folytatódik a hazai bajnokság? A. Salgó-Ózd Rally, B. Mecsek Rally, C. Eger Rally. A helyes megfejtéseket most is a rally@rtve.hu-ra várjuk. A helyes megfejtők közül egy élményautózás sorsolunk majd ki. Ahogy azt már akkor említettük itt a beköszönésben, a felvezetésben, első körben a Rally 1 mezőnyének veszprémi futamának összefoglalója következik. Ezt láthatják most. Az idei bajnokság egyetlen murvás versenyét rendezték a Veszprém környéki pályákon. A Rally 1 mezőnyének 9 gyorsasági szakaszt kellett teljesítenie a nap folyamán, ez összesen 124,6 versenykilométert jelentett. A megszokott 2 nap helyett most 1 nap alatt kellett teljesíteni a versenytávon. A futam folyamán a meleg mellett a nap végére megérkezett az eső is, így az utolsó kör csúszó saras pályán kellett teljesíteni a mezőnynek. A versenyre 56 páros adta le nevezését, köztük több visszatérőt is láthattunk a mezőnyben, mint például Benik Balázs, Bútor Robert, valamint a helyi versenyző Schubert István is újra versenyzett az Evovisszal. A szombati kvalifikációs futamot Turán Friciék nyerték. Az idei bajnokságot vezető Vince Feriék a második gyorson 6 percet bent hagytak a gyorson egy defekt miatt. Az eltört felnit csak nehezen tudták leszedni, így leadták a menetlevelüket, feladni kényszerültek a versenyt. Ekkora hátrányt nem tudtak volna ledolgozni a nap folyamán. Az első kört Bútor Robert, Dagai Robert páros nyerte a Skoda Fabia előttel 15,7 másodperces előnnyel. A Rally 2 versenyén történt baleset miatt a második körben a kislődi gyorsasági szakaszt a Rally 1 mezőnye etapként teljesítette.
A második kör hátralévő három gyorsasági szakaszán a győzelmeken Olli és Asa, Balogh Jani és Bútor Robi osztozkodott egy-egy szakasz győzelemmel. A második kör végén Bútor Robiék érkeztek a Service Parkba 12,3 másodperces előnnyel Balogh Janiék és Hadik Andrásék előtt. A harmadik körre megérkezett az eső, amely elég rendesen megáztatta a pályákat. A nagy visszatérő Benik Balázs a 8-as gyorsos szűkön fordult, és egy betontuskó kifordította az első futóművét, így kiestek a hatodik helyről. A versenyt végül Bútor Robert, Tagai Robert páros nyerte 17,5 másodperccel Hadik Andrásék előtt. Az ORC-ben Hevesi István nyert 1 másodperccel Matics Miskáék előtt, Pistiék kalandos versenyzéssel nyerték a Veszprém Rallyt, az 5-ös gyorson dobtak egy tetőt, majd a 6-os gyorson elment a fékjük. A Rally egy mezőnye augusztus 23 és 25-e között Salgó-Ózd Rallyn folytatja majd a versenyzést újra aszfalton. Ne feledjék tehát, most is játszhatnak velünk, már is mutatjuk, hogy mi a mostani műsorunk kérdése, és természetesen azt is, hogy mit nyerhetnek. Hol folytatódik a hazai bajnokság? A. Salgó-Ózd Rally, B. Mecsek Rally, C. Eger Rally. A helyes megfejtéseket most is a rally@rtvl.hu-ra várjuk. A helyes megfejtők közül egy élményautózás sorsolunk majd ki. A Dudás Gergővel beszélgetnénk a Veszprém Rallyról is egy kicsit. Hogy éreztétek magatokat Veszprémben? Hát nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük. Igazából úgy indultunk neki ennek a verseny hétvégének, hogy nekünk pont nem kéne veszítenünk ezen a pályán, úgymond ezt úgy értem, hogy pontokat mindenféleképpen kellett volna hazavinnünk. Ugye a Szombathely Rally elmaradásával ez lett az egyetlen Móra verseny itt Magyarországon. Tudni illik azért a Veszprém Mórváról, hogy nem szeretik kímélni az autókat. Ennek nagyon sok következménye meg is lett, ugye, mert rengetegen kiestek, technikai problémák, nagy balesetek, szóval volt minden. És úgy döntöttünk, hogy mi nem fogjuk elvinni Mórvára az éles ORC-s autónkat, hanem a tavaly még ennes autóval, most idén akkor rajta zárunk az ORC-be. Rengeteg különbség van az autók között, tudtuk, hogy itt nagy esélye nem tudunk beleszállni, vagy szembeszállni a többiekkel a győzelemért, esetleges második, harmadik, negyedik helyekért. Az volt az egyetlen célunk, hogy végig menjünk és pontokat gyűjtsünk, mert nekünk az nagyon fontos lett volna, hogy az egri kiesésünk után. Ezt teljes mértékben sikerült is véghez vinnünk. Ötödik helyen célba értünk, sajnos nem tudtunk jobb helyet elérni. Egyszerűen annyi a különbség a két autó között, hogy lehetetlen lett volna szerintem behozni, és mérve az ennes autókhoz, ott is az elejébe végeztünk volna. De tény, hogy talán a harmadik, negyedik gyorsaságikor, amikor már annyira elhúztak a többiek, akkor mondtuk, hogy nagy értelme nagyon nincsen itt még jobban tönkrevágni ezt az autót is, úgyhogy néztük az előttünk lévőket, néztük a mögöttünk lévőket, megpróbáltuk ezt a helyet megtartanunk. Annyit sikerült még, hogy a Power Stage-en még plusz pontokat tudtunk szerezni, ott egyel előrébb kerültünk összességében. Nagyon meleg volt szokásához híven, bár az utolsó előtti gyorsaságig megjött az eső, az egy kicsit így felkavarta így a szálakat is, meg azért a kedvet is, az egész napi porolás, meg a 40 fok után jó volt egy kicsit esőbe is versenyezni. Nagyon jó pályák voltak ismételten. Remélem, hogy jövőre már el tudunk jutni azzal az autóval, amivel igazán jól tudom magam érezni a Mórván. Jelenleg vezetitek az ORC-t? Igen, még pár ponttal vezetjük. Ugye sajnos, hát ez volt a harmadik futam, amikor nem úgy jöttek ki számunkra a lépések. Igazából most is ugye az ennes autóval mentünk Fehérváron. Egy másik erőforrás volt benne az autóval, mert Fehérvár Rally előtt ki kellett cserélnünk ugye a motort. Egerben meg sajnos a második nap tudtunk csak versenyezni, mivel az első nap megállt kétszer is az autónk, és szuper rallizni nem tudtunk volna aznap, ezért csak a második nap álltunk be a versenybe, ott is gyűjtöttünk pontokat, de igazából annyira nem sokat, szóval ez nem is hát nem mindig szóval túl is egy verseny, persze, akkor gondolom, úgyhogy, hát ha minden jól megy az idén, azért azt szeretnénk eldobni.
szerintem ők annál csak több pontot gyűjtünk mindenhol. Úgyhogy igazából a Miskolc rallin kívül, meg jó hozzászámhatjuk ezt a Fehérvár rallit, mert ott is azért ezzel a másik erőforrás és második helyen be tudtunk jutni. Nekik ott volt küzdés is rendesen, hogy előre tudjuk magunkat küzdeni a tabellán, mert az első nap hatodikként fordultunk csak, ugye akkor háromszor volt ugyanaz a gyorsasági, ugyanabba az irányba, pont ilyen, hát nagyon hosszú egyenesek voltak benne, voltak, hogy fölfele is mentünk, szóval ott a motor az végképp hátráltatott minket, második nap voltak nekünk kicsit kedvezőbb pályák, ott előrébb is tudtunk lépni egészen a második helyig. A ORC mezőny elég kemény lett erre az évre, a Hevesi Pisti, Matics Miskáék. Igen, annyi kemény pilóta van, és rengeteg tapasztalatuk van hozzánk képest. Ugye már nagyon sok szóval mentek ezeken a pályákon, nagyon sokat mitsubishiztek. Most hatan vagyunk az elején, úgy szoktam számolni, hogy mind a hat embernek, még a mai napig is, hogyha megnézzük a ponttáblázatot, elég csak egy embernek elrontani egy versenyt, és már egyből ott vannak a nyakán a többiek. Annyira szoros még mindig a pontozás, vagyis a pontállás. Bárki még kikerülhet így három versenyen a végére. De az jót is tesz a bajnokságnak, hogy ilyen szorosan vagytok egymást. Én mindig azt szoktam mondani, hogy mind a Rally 2-nél szerintem mind az ORB-nél kicsit izgalmasabb a mi bajnokságunk, mert most a Rally 2-ben is vannak hárman, négyen előtt, az ORB-ben most ugye a Ferike az elhúzott, mögötte a Frici, a Jani, az Andris, de mi itt vagyunk hatan, és tényleg bárki győzhet. Nem tudok most olyan embert mondani, aki csak ott van mögöttünk, és ott van a versenyen, bárki olyanokat föl tud villantani, hogy itt a végén nem tudok, szerintem nem tudnék most olyan összeget rárakni, amit rámernék, hogy most ki lesz a bajnok, vagy ki lesz, talán az első háromba benne. Folyamatosan váltunk. Hosszú a bajnokság. Igen. Jó, rendben, köszönjük szépen, és akkor Salgótarjánba találkozunk. A mai tudtál rovatunkban Dudás Gergővel beszélgetünk, egy kicsit a pályafutásodról mesélnél nekünk. Üdvözöllek, köszönöm a meghívást. 2017-ben kezdődött az én kis pályafutásom. 17-ben mentünk három versenyt egy R2-es autóval, egy Citroennel. Előtte volt egy BMW típusú autó, amivel elkezdtem ezt az egész pályafutást. Mentünk vele Miskolcon, Salgón és Szombathelyen. Szombathelyen talán a harmadik, negyedik gyors után sajnos a kis gyári autó megadta magát. Akkor ott elkezdtünk gondolkodni, hogy próbáljunk meg kicsit feljebb lépni. Akkor vásároltunk egy Citroen C2-est. Azzal sikerült három versenyt úgy, ahogy abszolválnunk. És történt 17-ben egy balesetünk, ami hát ilyen fél évig elgondolkoztatott, hogy akkor hogy is legyen tovább ez a menet. Érdemes ezt csinálni, vagy komolyabb erőt kéne ebbe belevinni, hogy jobb legyen minden, és minél összeszedettebben tudjunk versenyezni. 18-ból így indultunk neki az évnek, egy teljesen új autóval, mert ugye a régi az sajnos elpusztult. És 18-ból elkezdődött egy olyan hegymászás, inkább úgy nevezném, hogy tényleg volt sok negatívunk, nagyon sok pozitív dolgunk. És jöttek egymás után az eredmények, felkérések, a versenyek, és nagyon jól éreztük magunkat. És akkor már tudtuk, hogy ez lesz az a vonal, amit képviselnünk kell, vagy megpróbálunk minden erő bedobásunkkal részt venni. És akkor 2018 év végén én kaptam egy lehetőséget, hogy egyenes Mitsubishivel tudjak menni év végén. Ott Nyíregyházán és Mecsek Rally mentünk, külön engedéllyel, hogy ne is szóljunk bele se az ORB, se akkor még talán a 3-as géposztály volt pontjaiba. És úgy volt, hogy ezt a 2019-es évet végig akkor egyenes Mitsubishivel fogjuk teljesíteni. És akkor még így láttuk, hogy ez lesz az a vonal, amit fel tudunk építeni, csak hát télen jött egy másik felkérés, hogy mi lenne akkor, hogyha az ORC-be egy erősebb Mitsubishivel próbálkoznánk meg. És itt állunk, hogy negyedik verseny után vagyunk, nagyon szorosak a versenytársakkal a pontok, még az első helyen állunk, de megpróbáljuk ezt megtartani, de tényleg van hat ember, aki fej-fej mellett haladunk, és nagyon erős mezőnybe vagyunk hirtelen, így gyorsan, így ennyit tudnék elmondani erről. Ebben az évben a folytatás, ezt hogy gondoljátok, végig mentek összes versenyen? Persze, természetesen most az a cél, hogy mi is minél többet menjünk az autóval, minél többet próbáljunk fejleszteni rajta, megismerni az autót. Három verseny van még ugye hátra. Most lesz ugye a Salgó Rally, lesz egy Mecsek és egy Nyíregyháza. Talán legjobban
felkészülni a Nyíregyházán, amelyikkel mind autó, mind lelkileg, testileg nekünk is. Másfélszer a szorzós is lesz. Ha jól tudom, akkor idén nem, amúgy. Ha? Idén nem, én azt hallottam, hogy a révelején ki kellett volna adniuk, hogy mi lesz másfélszeres, és én úgy tudom, hogy Nyíregyháza most nem lesz. Tavaly ugye az volt. Meg is lepődtem rajta, de kíváncsian várom már, hogy mi lesz így a... Majd a versenykírásból úgyis kiderül. Ott mindenki fog derülni, igen. Szóval tényleg az egy nagyon hosszú verseny, olyan az időjárás, és ott már azért esősebb. Tavaly is rengeteg helyen, sőt majdnem a versenynek a 80%-án köd volt. Azért volt talán, ha jól emlékszem, két etap is. Nem merték elindítani a versenyzőket. Úgyhogy végigmegyünk. Muszáj, mert minél többet kell gyakorolnunk, meg minél többet kell az autót is használnunk és kiismernünk. Rendben, köszönjük szépen. Akkor további sikereket kívánunk erre az évre is. Köszönöm szépen. Ne felejtjék tehát, most is játszhatnak velünk, már is mutatjuk, hogy mi a mostani műsorunk kérdése, és természetesen azt is, hogy mit nyerhetnek. Hol folytatódik a hazai bajnokság? A. Salgó-Ózd Rally, B. Mecsek Rally, C. Eger Rally. A helyes megfejtéseket most is a rally@rtve.hu-ra várjuk. A helyes megfejtők közül egy élményautózás sorsolunk majd ki. Mielőtt a Rally 2 összefoglalója következne, Zolival egy picit beszélgessünk, mert itt volt egy látványos baleset. Így van, sajnos volt a 201-es rajtszámú autó az első gyorsaságin, fák közé csapódott, és abban a pillanatban ki is gyulladt. Elég csúnya volt. Ezt így láthatjuk, vagy csak képekben jelenítjük meg? Hát a... amatőrfelvétel nem volt róla? Nem volt róla, meg a Katának, a családjának is hozzá kérése az, hogy ezek a lángoló autós képek nagyon ne jelenjenek, inkább mosolygós képeket mutogassunk róla. Csak ne felejtjük el, hogy ez egy autósport, és az autósportban benne van, azért is beszélünk erről. Így van. Más kategóriákban is az, hogy hát sokszor szó szerint az életüket kockáztatja. Így van, mert mindenki arra törekszik, hogy a legjobb időt menjen. Ugye itt is hála Istennek voltak nézők, akiket most már úgy legjobb tudomásom szerint ki is tüntettek a hősés tettükért, hogy a lángoló autókból Katát és Andrist ki tudták szedni, és ezzel meg is mentették életüket. Hát a hírek szerint most már gyógyuló félben van mind a két versenyző. Milyen sérüléseket szenvedtek? Hát, valamit tudhatunk azért? Törések, égési sérülés végtagokon. Úgyhogy. Hát innen is csak a legjobbakat kívánjuk nekik, és bízunk benne, hogy minél hamarabb visszatérnek majd a Rally 2 mezőnyébe. Igen, bízunk benne. Így legyen. Hát akkor, hölgyeim és uraim, a Rally 2 összefoglalója következik. A Rally 2 mezőnyében mindösszesen 26 versenyzőpáros adta le a nevezését. A Rally 2 mezőnyére összesen 79,8 km versenytán várt 5 gyorsasági szakasszal. Sajnálatos módon egy szerencsétlen balesettel kezdődött a verseny, a 201-es rajtszámú versenyzőpáros lecsúszott az útról és a fák közé csapódott, az autójuk rögtön kigyulladt. A baleset miatt a mezőnynek az első gyorsasági szakaszt kivették a rendezők a futamból. A második gyorsasági szakasszal megkezdődött a versenyzés a Rally 2 számára is. A 21 kilométeres kislőtéri gyorsaságival Trencsényiék 21,5 másodperccel nyerték ezt a szakaszt. A mezőny több versenyzőpárosa is defekttel szenvedett a gyorson. Az első kör végén megnyugtató előnnyel érkezett a Service Parkba a Trencsényi Vince Pannuska Dávid páros a Ford Fiesta R2T-vel. 33 másodperccel vezettek a második helyen álló Baksai Lászlóék előtt. A második körben két gyorsasági szakasz várt még a mezőnyre, a 13,3 kilométeres kislődi gyors, amely az első körben etap lett. Ezt a gyorsasági szakaszt is Trencsényiék nyerték 7,8 másodperccel. Az utolsó gyorsasági a Rally 2 számára a 21 kilométeres kislőtéri volt. Ezt a gyorsasági szakaszt is Trencsényiék nyerték az egésznapos 100%-os teljesítményükkel, megérdemelten több mint egy perces előnnyel nyerték a Veszprém Rallyt. Neu Kirchner Andrásnak és Pardi Katának mielőbbi felépülést kívánunk a padlógás stábja nevében.
Gyöngyösi Marcival beszélgetünk a Veszprém Rally-ról. Elég rövidre sikerült nektek a veszprémi verseny. Hát szokás szerint most már azt mondhatom idén, hogy nem vagyunk a legszerencsésebbek. Igen, hát az első gyorsaságin elment az 5. fokozat a kocsiból. A többi működött, aztán a beíró után félreálltunk, hogy levetkőzünk egy kicsit, vagy mit tudom én, aztán utána beraktam 1-esbe, és akkor nem ment sehova a kocsi, mert itt utólag kiderült, ben volt 5. is, becsúszott, eltölt a réptetővíl, becsúszott a fogaskerék, meg beraktam 1-esbe, és ugye egy 2 sebességben volt egyszerre a kocsi. Én onnan nem nagyon tudtunk már sehova mozdulni, úgyhogy igen, ez rövidre sikerült. És azóta volt nektek még egy futamotok, a Baranya Kupa, ami elég jól sikerült. Hát az a fordítottja volt, hál' Istennek, igen. Úgy látszik, most már így vagyunk, hogy egy ilyen, egy olyan. Igen, az jól sikerült, a kategóriában sikerült nyernünk, abszolút a 10. helyen célba értünk, úgyhogy azt gondolom, hogy maga a helyezések azok rendben vannak meg, ahol elégedett vagyok. Picit a végére belekényelmesedtünk a versenybe, mert úgy nem volt igazán se előttünk, se mögöttünk közel senki, úgyhogy a végén már tényleg nagyon-nagyon biztonságit mentünk, úgyhogy kicsit bele is aludtunk így a versenybe, de mindegy, jó volt már egy ilyen... Tehát az a lényeg, célba jó, jó volt egy ilyen verseny, ami teljesen problémamentes volt, meg karcmentes a kocsi, tehát semmit nem kell vele csinálni, csak áthúzgálni a csavarokat, majd futómbet állítani most a következő versenyre, úgyhogy ez is ritka, úgyhogy ennek leginkább a Gyurika a szerelő. Szerelem örül neki, hogy végre lesz, aki szabad idő. Végre, igen, nem ember kell egy nappal letéve dolgozni. Lassan Salgóra alni. Igen, megyünk. Egy kicsit szűkös lesz, mert én pénteken este jövök haza nyaralásból, és akkor szombat reggel már ott van jelenésem, úgyhogy egy picit így, mert gyorsan alszok sokat. Salgó, az hogy fekszik nektek? Szeretem. Szeretem ezeket a pályákat, szerintem jó kis verseny lesz, úgyhogy reméljük, hogy most egy picit egy jobb spirálba kerülünk, és akkor most is, hogyha sikerül befejeznünk a versenyt, azt gondolom, hogy akkor dobogós, nagyon fogjuk befejezni, és akkor még az utolsó verseny évzáró futam előtt még bármi. Idejében a terveitek? Hát igazából most szeretnénk befejezni a bajnokságot, ezt a 2 versenyt, aztán meglátjuk, hogy Nyíregyházán az EB futamon ott szeretnénk rajthoz állni. Ugye nem megy a Rally 2, de egyedi rajtengedéllyel ott szeretnénk menni. Nem tudom, még Mikulás, Szilveszterre biztos, hogy nem megyek. Majd lehet, hogy ott a Kareszt megy a kocsival. Hogyha van kedve, Mikulás az még egy kérdéses történet. De egyelőre legyünk túl ezen a következő 2 versenyen, aztán egy utána tervezgetünk. Na, rendben. Bízunk benne, hogy legjobb sikerek. Köszönöm. Így legyen. Gondmentes lesz a utolsó 2 versenyetek. Reméljük, hogy így lesz. Köszönöm szépen. Köszönjük mi is. Ja. Még mielőtt elbúcsúznánk, szeretnénk fölhívni a figyelmet még egyszer a játékunkra. Jöjjön a játék kérdés, és azt is mutatjuk, hogy mit nyerhetnek. Hol folytatódik a hazai bajnokság? A. Salgó-Ózd Rally, B. Mecsek Rally, C. Eger Rally. A helyes megfejtéseket most is a rally@rtve.hu-ra várjuk. A helyes megfejtők közül egy élményautózás sorsolunk majd ki. Eredmények: Rally 1. Első helyezett lett Butor Robert, Tagai Robert páros. Második lett Hadik András, Kertész Krisztián. Harmadik lett Balog János, Holzer Dániel. A Rally 2 eredményei: első helyezett lett Trencsényi Vince, Pannuska Dávid. Második lett Baksai László, Erdei Zoltán. Harmadik lett Lendvai István Rolf, Madár Tibor. A bajnokság állása a Veszprém Rally után, a Rally 1 mezőnyében. Első helyen van Vince Ferenc és Bacigál Igor 111 ponttal. Második helyen van Balog János, Holzer Dániel 78 ponttal. Végül a harmadik helyen Turán Frigyes és Bagaméri László párosa 74 ponttal. A Rally 2 bajnokságának jelenlegi állása: első helyen van Lendvai István, Rolf és Madár Tibor 68 ponttal.
Őket a második helyen Trencsényi Vince és Pannuska Dávid 64 ponttal követi. A harmadik helyen jelenleg Neukirchner András, Pardi Kata páros 52 ponttal. Hát nem maradt más hátra, mint a búcsúzás, de azért egy picit vezessük fel, illetve mondjuk el a nézőknek, hogy hol és mikor találkozhatunk legközelebb. Hát a legközelebb a Rally 1 Rally 2 mezőnyével Salgótarjánban. Előtte egy héttel pedig Oroszlágban lesz egy amatőr verseny, ahol nagyon sok licences versenyző is fog indulni tesztelés gyanánt, úgyhogy érdemes kilátogatni oda is. Hát akkor a kameráink ugyanúgy, ahogy eddig is elkísérik a mezőnyt, és akkor jelentkezünk majd a további összefoglalókkal. Neked addig is jó munkát, és ha belefér egy kis pihenést, aztán hát találkozunk. Nagyon nem fog. Nagyon nem. Találkozunk legközelebb is. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, ez volt a Padlógáz legfrissebb adása, ahogy azt hallhatták. További összefoglalókkal természetesen jelentkezünk még az év folyamán, akkor is tartsanak velünk, és ha tehetik, maradjanak továbbra is az RTVN. Minden jót, viszontlátásra! A műsor támogatta Ofon Rally Videó. A műsor támogatta a rallyparts.eu. A forgatás helyszínét a Spejsz biztosította.